Köszöntöm nézőinket! Önök a Szentendre ma hírmagazinunkat látják. Elsőként következzenek híreink röviden. Szennyvíz, évek óta probléma, a csatorna rendszer nem megfelelő állapota. Kullancsinvázió, fokozottan védekezzünk a kórokozók ellen. Katolikus világtalálkozó, 500 szentendrei fiatal a lengyelországi rendezvényen. Évek óta húzódó probléma városunkban a Dunakorzó csatorna rendszerének nem megfelelő állapota. Itt sétálgatva szinte állandóan érezhető a bűz, emellett az utóbbi időben gyakran előfordul, hogy tisztítatlan szennyvíz ömlik a Dunába. Körülbelül két hete számoltunk be arról, hogy csőtörés miatt leállította egy napra a szennyvíz átemelőt a DMRV ZRT, így a vészforgatókönyv szerint egy csővel egyenesen a Dunába vezették a szennyvizet. Akkor kihelyezték a fürödni tilos táblákat a szentendrei szabad strandhoz. A múlt héten, mint az több országos médiumban is megjelent, ismét ömlött a szennyvíz a Dunába a Fehérház előtti szakaszon. Az itt élők szerint ez sajnos rendszeresen előfordul. Egy 42 lakásos társasház szomszédságában van a DMRV-nek az egyik épülete. Egy harmada a városnak idehozza a szennyvíz, a széklet minden az ürülő. Itt a központ, és ezt dolgozta föl. Most ez elromlott az a gép, újat csináltak, de most már a Duna megtiltott, hogy a sűrítményt leszívták, és annak a bűzit mi szagoltuk, a 12-vel lakom itt, és a folyadékot pedig itt megy egy sőle, és a Dunába engedték. De aki itt jött, egy olyan rendelet, hogy a Duna megtiltja, ellenőrzi, mert éjjel-fél egykor az ablakunkat nem lehetett kinyitni egyik lakóba. Olyan büdös volt. És itt is, amikor azelőtt vitték el a sűrítményt, a vízet leengedték, hát akkor még az borzasztó. Most már megcsinálták, hogy ide. Gyere ide! A túlsó oldaltól, itt ennek a háznak a végénél van egy kis följáró a dobra. Addig kihozták, hogy most már be van kapcsolva addig a vízműhöz, hogy majd megszűnik ez, de nincs rá pénze a tanácsnak, és nem kapcsolták itt a központból össze, és tovább folyik ez, hát annyi van, hogy most olyan büdös nincsen, de nem kéne, ez az udvarban, ez mögött a nagy épület, van egy alacsonyabb, és az alatt van kéne elhozni, tehát az alatt szét kell rombolni az épületet. A lakásba, a WC-be visszacsapódik az a büdös bűz. De hát most már... Ilyen nagyon nagy esőzések. Borzalmas. A Dunakorzón lévő társasházzal éppen szemben van az a csatorna, amelyből a múlt héten is folyt a szennyvíz a Dunába. Ettől csupán néhány száz méterre van a nemrégiben megnyitott szabad strand, ahol nem mernek fürödni a helyiek, annak ellenére sem, hogy az ANTS legutóbbi közleménye szerint megfelelő a vízminősége. A DMRV ZRT tájékoztatása szerint a múlt héten egy 20 perces áramkimaradás miatt üzemzavar keletkezett, és a Dunakorzó alatti RS1 elnevezésű csatornájukból szennyvíz ömlött a Dunába. A város honlapján a múlt héten megjelent egy közlemény, melyben az áll, hogy szeptembertől fejlesztik a belvárosi csatorna rendszer. A Dunamenti Regionális Vízmű tegnap egy közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz, melyben az áll, hogy együttműködnek Szentendre város önkormányzatával az egyesített rendszerű csatornák szétválasztásának előkészítésében és a regionális szennyvíz elvezető rendszert terhelő csapadékvíz leválasztásában. A közleményben kitérnek arra is, hogy a társaság jelentős beruházásokat hajtott végre mind a hálózaton, mind az átemelőnél annak biztonságos üzemelése érdekében. A szennyvíz elvezető rendszer része a Szentendre Kert utcai szennyvíz átemelő, mely kettős funkcióval rendelkezik. Száraz időben az érkező szennyvizet továbbítja a szennyvíztisztító telepre, csapadékos időben a szennyvíztisztító telep és a csapadékhálózat túlterhelésének megakadályozása céljából úgynevezett csatorna hálózati túlfolyón közvetlenül a Dunába juttatja az átemelőbe érkező csapadékvízzel jelentősen higított, kevert szennyvíz egy részét.
A kivezetés működtetése a feltétele annak, hogy a belvárosból a csapadékvíz a rendszer kapacitásának mértékéig elvezethető legyen, olvasható a DMRV ZRT közleményében. Az esős, zivataros, meleg nyár nem csak szervezetünket viseli meg, de a kullancsok elszaporodásának is kedvez. Ezért fokozottan érdemes odafigyelni, ha a szentendrei parkokban, vagy a várost körülvevő pilisi erdőkben réteken kirándulnak. A szakemberek szerint az elmúlt évek enyhe tele kedvezett a kullancsok elszaporodásának. A közhiedelemmel ellentétben a kullancsok nem a fákról esnek áldozatukra, és nem is kizárólag az erdőben jelenthetnek veszélyt, hanem a fűben. A bokrok alacsony ágain tartózkodnak és az arra sétáló állatok szőrébe, vagy az ember ruháira akaszkodnak fel. A helyi szakember tapasztalata szerint a környékre kevésbé jellemző, a vírusos kort magába hordozó kullancs. Inkább a Lyme-kor előfordulása a gyakoribb, amiből tavaly hetente egy esetet regisztráltak. Fontos a kórokozók által terjesztett betegség elleni védőoltás, amivel a házi orvos tájékoztatása szerint ismétlő oltással tudjuk szervezetünket megerősíteni a megbetegedéssel szemben. A híradónk által megkérdezett szentendrei házi orvos azt ajánlja, hogy a bőrből a kullancsot az erre a célra kapható csipesszel távolítsák el. A kullancs mellett más rovarok csípéseivel is számolni kell egy-egy kirándulás alkalmával, de nem kell minden esetben orvoshoz fordulni. A legfontosabb szabály azonban az, hogy minden szabadban töltött nap után nézzük át a gyermekünk, családtagjaink bőrét, hiszen ha a kullancs rövid ideig volt a bőrben, a fertőzés kialakulása mindkét veszélyes betegség tekintetében igen valószínűtlen. Fél száz szentendrei zarándok vett részt a katolikus világtalálkozón, amit a lengyelországi Krakkóban rendeztek meg idén. Évente találkoznak a világ katolikus fiataljai Rómában a katolikus világtalálkozón. Minden harmadik évben egy másik kontinens ad otthont ennek a különleges, milliókat megmozgató rendezvénysorozatnak, amit idén Lengyelországban Krakkóban tartottak. A magyar fiatalok, köztük a szentendreiek is, Krakkóban és a város környékén található településeken leltek otthonra az elmúlt héten, ahol élő tapasztalatot szereztek nem csak a lengyel vallásosságról, de a dél-lengyelországi kultúráról és vendégszeretetről is. 30 körül voltak a szentendrei fiatalok, bár ők együtt voltak az egyházmegyés csoporttal, és akkor így ez a létszám, mert Ferences gimnáziumból is ment egy csoport, plébániáról is, és bizonyos szentendrei gyerekek a városmérő csoporttal indultak, de voltak külön csoportok, tehát körülbelül olyan 30, vagy hát a gimisekkel együtt olyan 50-60 fő körül lehetett, akik innen Szentendéről kiutaztak Krakkóba a világtalálkozóra. Megfogalmaztuk ott, hogy ezt nem lehet szóval sehogyan se körülírni, mert ha azt mondom, hogy most jó hangulat, akkor ez kifejezi, de nem lehet ezt átélni. Tehát azért, ami ebben nagyon, nagyon nagy erőforrás volt, az a hatalmas közösség élmény. Azért nem is mondom azt, hogy tömeg, már nyilván sokan voltak, tehát több millióan, tehát milliós nagyságrendről beszélünk, és azért egy 600 ezeres városba, amikor megérkezik mondjuk 2 millió fiatal, vagy 3 millió, akkor az látszólag egy óriási tömegnek is nézhet, de nem az volt, hanem ezek a fiatalok, ezek közösségekbe jöttek a maguk országának, földrészének a közösségeivel, a szimbólumaikkal, zászlóikkal, öltözetükkel, hozták magukkal mindazt, ami jellemzi őket, és ezekben a közösségekben vettek ők részt Krakkóban, mind a központi rendezvényeken, mind a saját maguk által elgondolt járulékos rendezvényeken, amit maguk gondoltak ki a városba, hogy hova szeretnének elmenni. És ez a sok-sok közösség, ami megszámlálhatatlanul sok volt, ők mind énekeltek, zenéltek, ott a főtér, hogy a Krakkónak egy 404 négyzetméteres hatalmas főtere van, és hogy mindenki oda érkezett be valahogy, tehát minden út Krakkó főterére vezetett a hét során, és ott ezt lehetett érezni, ezt a hihetetlen erőt. Annak ellenére is több millióan vettek részt a Ferenc pápa által is megtisztelt eseményeken, hogy az elmúlt időszakban több Európát ért támadás is történt.
a szentendrei látogatók is mindvégig biztonságban érezték magukat, bár volt olyan is, aki visszamondta az utazást. A Szent II. János Pál pápa volt ennek a világtalálkozónak a védőszentje, és hát hogy az ő leghíresebb mondata az volt, hogy ne féljetek, ez itt most nagyon működött. Úgyhogy tényleg ott senki nem félt semmitől. Mondjuk a város gyönyörűen megszervezte ezt a találkozót a biztonság szempontjából, tehát hallatlanul, precízen és nagyon alaposan védték a találkozót minden, amivel lehetett, de nagyon-nagyon szépen sikerült. Frissek még az élmények, hát most jöttünk haza tegnap hajnalba, úgyhogy még ezt majd még át kell gondolni újra az egészet. Ez a világtalálkozó azért, hogyha már itt a Karitás szempontjából beszélgetünk, ez is nagyon fontos része volt ennek a világtalálkozónak. Én nagyon sok olyan csoportot láttam Krakkóban, ahol a fiatal krakkói Karitás csoportok vettek részt a világtalálkozón, és ez nekem azért adott egy nagyon inspiratív ötletet. Arról van szó, hogy jövőre a mi Szentendrei Karitás közösségünk 25 éves lesz. És ahogy végignéztem ott Krakkóban ezeket a fiatalokat, Karitász pólóba, különböző Karitász szimbólumokkal, jelvényekkel, arra gondoltam, hogy szerintem egy nagyon jó program lenne az, hogyha a mi jubileumi évünkben fölvennénk a kapcsolatot majd a krakói Karitász vezetéssel, a Karitász csoporttal, és akkor próbálnánk szervezni majd mi is a mi fiataljainknak, meg az ő fiataljaink ilyen közös találkozókat, és ez is biztos, hogy itt a karitatív életet majd egy kicsikét megerősíti, vagy erősebbé teszi majd. A szentendrei Szent Erzsébet Karitász olyan baráti kapcsolatokra tett szert lengyel testvérszervezetével, akikkel a jövőben több alkalommal is terveznek együttműködést. Annak ellenére is több millióan vettek részt a Ferenc pápa által is megtisztelt eseményeken, hogy az elmúlt időszakban több Európát ért támadás is történt. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Sportkorzó című magazin műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!